Ebben a videóban megkísérlem megválaszolni, mikor van szükséged engedélyre emberek fotózása esetén, hogyan védi a magyar törvény a szerzői jogaidat, mit kell tenni vitatott helyzetben, illetve mikor érdemes szerződésbe foglalni a megállapodást. Spoiler, az esetek többségében. Azért mondom, hogy megkísérlem, mert egyrészt nem jogász vagyok, kérlek, ne próbálj meg túl komolyan venni, minden, ami ebben a videóban elhangzik, az inkább iránymutatás, mint sem tanácsadás, ráadásul a törvények még csak véletlenül sem egyértelműek. Úgyhogy jó móka lesz. Essünk neki. A számodra szükséges infók két személyiségi jogot tárgyaló mondat köré épülnek. Nyugodtan állítsd meg a videót, hogy a saját tempódban értelmezhessd. Két mondatról van szó, biztos nem lehet olyan nehéz kivesézni őket, ugye? Nézd meg a következő fejezet hosszát. Az első és legfontosabb kiemelendő rész az itt szerepel. Nem csak a kép készítéséhez kell engedélyt kérnünk, hanem a felhasználásához is külön-külön. Az engedélykérés módjairól egy későbbi fejezetben lesz szó. Előtte próbáljuk meg definiálni azt a három kifejezést, ami ebben a két rövidke mondatban hangzik el. Mi az a képmás? Nem tudom. Őszintén mondom, hogy én kerestem és kutattam, de sehol nem találtam egy olyan definíciót, ami egyértelmű lenne, vagy legalább jogi értelemben keretek közé foglalná, hogy mi számít még képmásnak, illetve mi nem. Ami biztos, a képmáshoz való jog csak embereket illet meg. Sem állat, sem tárgy, sem hely nem rendelkezik ilyesmivel, csak az emberektől kell tartanod. Ebből adódik egy nagyon érdekes jogi vita, már amennyire egy jogi vita érdekes tud lenni, néhány éve egy David Slater nevezetű brit fotográfus publikált néhány majom szelfit, amiket az állat készített a fotográfus eszközeivel. Tehát a szabályokat szigorúan véve a képkészítője a majom, őt illeti meg a szerzői jog, ő viszont gyakorolni nem tudja a jogait, ezért a képeket közkincsnek nyilvánították ki, David Slater pedig elesett a jogdíjak utáni pénzektől, hiába érvelte azzal a bíróságon, hogy neki kellett beállítani a fényképezőt, és meg kellett teremteni a megfelelő környezetet ahhoz, hogy a majomnak már csak a gombot kelljen megnyomnia. Te mit gondolsz? Kinek adsz itt igazat? Kitérő vége. A képmás nevezhető arcképnek, de nem feltétlenül képre vonatkozik. A wiki szótár szerint egy személyhez, dologhoz mindenben hasonló, más személy vagy dolog. Vagy egy személy arcát, illetve arcát és felsőtestének egy részét ábrázoló festmény, rajz, fénykép, portré. Oké, tehát az arcnak fontos szerepe van benne, hogy képmásról beszélhessünk. Konkrétabban fogalmaz Nagy Gergő jogász egy online cikkében, ahol azt írja, emberi képmásról készült felvételről abban az esetben beszélhetünk, ha az alapján beazonosítható az illető, akiről a kép készült. Ez technikailag azt jelenti, hogy a fotó kellően éles, fókuszált, az adott személy felismerhető rajta. Ezt az álláspontot erősítette meg egy kedves művészettel foglalkozó ismerősöm is, aki azt mondta, hogy alapértelemben a felismerhetőség feltétel a képmásnak, de elég lehet a ráutaló motívum is. Erre a legjobb példa a középkori krisztusi ábrázolások, mivel ezeken a képeken, szobrokon megjelennek az ő attribútumai, ezek krisztusi képmásoknak minősülnek. Tehát a gyakorlatban előfordulhatnak olyan esetek, ahol egy személy arca nem, de valamilyen egyedi ismertetőjele szerepel a fotón, ezáltal az engedély nélküli felhasználása sértheti a jogait. Nagyon szeretnék konkrét választ adni neked, de arra jutottam, hogy nem lehet egyértelműen meghúzni a határvonalat képmás és nem képmás között. A felismerhetőség lesz a legfontosabb meghatározó tényező, illetve mindig jó szándékkal járj el, akkor talán nem lehet baj. A legutóbbi videómból kiemelve két képet, erre azt mondanám, hogy biztosan nem képmás, mert szinte csak a sziluettje látszik, erre pedig azt mondanám, hogy képmás annak ellenére is, hogy füst takarja az arcát, azonban mindkét képet felhasználhatom engedély nélkül, hiszen ez utóbbi már tömegfelvételnek minősül. Frissítsük fel ezt a második mondatot, mert sok idő ment el az első fogalommal. Nincs szükség az érintett hozzájárulására, a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A tömegfelvétel értelmezésében a legfelsőbb bíróság 1985-ös határozata segít. A képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökíti meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket. Ha tehát egy tüntetésen fotózol, az tömegfelvétel. Ha egy utcarészletet örökítesz meg, az tömegfelvétel, a gyakorlatban még akkor is, ha mondjuk csak egy ember látható a képen, viszont ezekben az esetekben az utcarészletnek kell lennie a fő témának, a személy vagy személyek csak az összhatáshoz járulhatnak hozzá. Ha tudósító munkát végzel egy közérdekű témával kapcsolatban, és nem pedig öncélúan fotózol, ismételten nincs szükséged engedélyre. Az utolsó kivételes eset pedig az, ha közszereplőről készítesz felvételt közéleti eseményen, szereplés közben. Itt gondolok a politikusokra, celebekre, színészekre, zenészekre, sportolókra, akik hivatásokból adódóan a nyilvánosság előtt lépnek fel, de ide tartozik mindenki, aki egy közéleti szituációban nyilvános szerepet vállal. Például egy demonstráció bármilyen szereplője a tevékenység céljából eredendően,
hozzájárul ahhoz, hogy képek készüljenek róla, és azokat publikálják. Amit viszont már nem szabad egy kalap alá venni ezzel, az az, amikor egy közszereplővel egy magánéleti szituációban találkozunk, ilyenkor nyilván őket is megilletik az alapvető személyiségi jogok. Ennek az egésznek az átláthatóságához készítettem egy folyamatábrát, ami leírja, hogy mikor van szükségünk engedélyre a kép elkészítéséhez és a publikálásához. Szerintem a fenti magyarázattal együtt kiegészítve átfogó, értelmezhető ez a kisokos, de ha valamelyik fogalom nem 100%-osan tiszta, inkább kérdezz, menj biztosra. A következő téma az engedélykérés módja, erre pedig már volt is egy kis utalás itt középen. Természetesen adhat engedélyt a modell írásban vagy szóban. A szóbeli engedélyt elég nehéz bíróságon bizonyítani, ezért a javaslatom az, hogy mindig legyen szerződésbe foglalva, akkor is a családon belül készítesz fotókat, és szeretnéd őket felhasználni a portfóliódban. Ezek mellett pedig lehet az engedélyadás módja a ráutaló magatartás. Erre a legjobb példa az, amikor a modell egyértelműen pózol a kamerának. Jól látható, hogy a kép elkészítése nincs ellenére, ez viszont nem jogosít fel téged automatikusan arra, hogy a képet feltöltsd valahova, megjelentesd valahol, bármilyen módon profitálj belőle. Tehát szerződés. Készülj fel, ebben a fejezetben rád borítok egy rakás infót, amik önállóan nem érdemelnek egy nagyobb bekezdést. Elég népszerű tévhit, hogy közterületen bárkiről lehet képeket készíteni, ez ebben a formában nem igaz, de sok esetben beszélhetünk ilyenkor tömegfelvételről. Más országokban, például Ausztráliában vagy Amerikában létezik ilyen kitétel, Magyarországon nincs. A jogsértés szempontjából lényegtelen, hogy a nyilvánosságra hozott fénykép az érintettet kedvező vagy kedvezőtlen színben tünteti fel. 14 év alatt, vagy nagykorú, de cselekvőképtelen személy képesének elkészítéséhez szülői, gondviselői beleegyezés szükséges, 14 és 18 év között pedig jogi szürkezónáról beszélünk. Ahogy ez az idézet is mutatja, ez szép és jó, de fogalmam sincs, hogy mondjuk egy portréfotózás mindennapinak számít-e, avagy különösebben meg kell-e fontolni. Következő, a rendőrökről készített felvételekről így határozott az Alkotmánybíróság. A nyilvános helyen készült, nem sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre számot tartó tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor eseményeiről való szabad tájékoztatáshoz kötődik. Most pedig beszéljük át, mit lehet tenni, ha engedély nélkül publikáltak rólunk egy képet. Teljesen mindegy, hogy melyik oldalán vagyunk a szituációnak. Tegyük fel, hogy a minap fotózni indultam a városba, és véletlenszerűen elkattintottam egy képet egy nőről. Legyen az ő neve Klára. A képet feltöltöttem Instagramra, ahol pedig olyan sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy beneveztem vele egy versenyre. Na, ennek már van akkora publicitása, hogy Klárához is visszajut. Nem tetszik neki, nem járult ehhez hozzá. Azonban nem rohanhat egyből a bíróságra, először egy kérvényt kell intéznie felém. Ennek a benyújtására az ő észrevételétől számítva 30 napja áll rendelkezésre, a határidő jogvesztő. Egy ilyen levél az előfeltétele annak, hogy feljelentést tehessen, azt is csak akkor, ha nem tettem eleget a feltételeinek. Úgyhogy Klára megfogalmazza a követeléseit. Kérheti a jogsértés abbahagyását, és eltilthat engem a további jogsértéstől. Azaz, le kell vennem a képet Instáról, és vissza kell vonni a jelentkezést a versenyre, akár kérheti Klára az eredeti kép megsemmisítését is, habár a digitális korban ez nyilván nem reális elvárás. Egyik szankciót sem kötelező kérnie Klárának, de jogában áll, ezért már csak azért is. Ha Klára a képek miatt sérelmet szenvedett el, kérhet a körülményeknek megfelelő elégtételt, az elégtételenek pedig publicitást. Azaz, ha mondjuk a jó hírnevét sérelmezte a fotó, nekem mindent meg kell tennem, hogy ezt a rossz reklámot visszacsináljam. Ha anyagi káról van szó, kérheti, hogy térítsem meg, ha pedig anyagi előnyöm származott a jogsértésből, például nyertem a versenyen, kérheti Klára a javak átengedését. Ezekből az következik, hogy jó esetben a kép levételével és egy bocsánatkéréssel meg lehet úszni a képmással való visszaélést. Ha pénzt kerestél a fotóval engedély nélkül, az már egy problémásabb szituáció, de még mindig meg lehet egyezni egymás között. Ugye? Hó sem lehet róla. Ha viszont a kompenzáció mértékében nem értünk egyet, akkor bíróság elé kerül az ügy. Ilyen helyzetektől egy egyszerű szerződés megmenthet téged. Mindenféle munkára, alkalomra lehet találni sablonokat az interneten, ezek jó kiinduló alapot adnak neked. Ami feltétlenül szerepeljen bennük, az a megállapodó felek egyértelmű kiléte, a tevékenység leírása, pontosan legyen benne, hogy a fotós mit vállal, illetve a modell mit vállal a munka keretei között, előleget kér, mert előbb vagy utóbb meg fogod szívni, részletesen nevezd meg minden esetűséget, hogy hol fogod a képeket felhasználni, ehhez hozzájárulói nyilatkozat szükséges, és persze a modell hol és milyen formában használhatja fel a képeket, dátum, aláírások, akár személyes aláírás, akár elektronikus, mindkettő érvényesnek számít. Szerintem
Ezek a minimum követelmények, a sablonok segítenek szép keretbe foglalni a szerződést, illetve ne félj konyhanyelven egyértelműen fogalmazni. Ezeken felül mindössze 2 tanú aláírás szükséges ahhoz, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősüljön ez a papír, ez a szerződések 24 lapot kártyája. Nem kötelező lenned ezzel a lehetőséggel, de ha van rá mód, érdemes. Mindenképp 2 tanúra van szükség, név és lakcím elegendő, személyigazolványszám nem szükséges, az ő adataikat pedig 2018-tól kézzel írva kell feltüntetni. További hasznos tanács, hogy minden megbeszélt dolog kerüljön bele a szerződésbe, akkor is a furcsán mutat. Ha például esküvőre mész az ország másik végébe is, a pár intéz neked szállást, az is legyen írásba foglalva, illetve az is, hogy igényt tartasz-e a vacsorára. Nem egy ismerősmet verték már át, mert szóban megegyeztek sok extra körülményben, aztán a munkanapján kiderült, hogy azokról a másik fél megfeledkezett. Nem volt a szerződésben, nincs mit tenni. Az is szerepeljen benne, mi történik, ha az egyik fél valamelyik kötelességét nem teljesíti. Ami pedig még nagyon fontos, hogyha valamelyik fél olyasmit foglal a szerződésbe, ami törvénybe ütközik, azt az aláírások nem teszik érvényessé, az a kitétel tulajdonképpen semmis. Utolsó nagy téma következik, a szerzői jog. A szerzői jog azt illeti meg, aki a képet elkészítette, aki a gombot elkattintotta. Azért fontos ismerni a jogaidat, mert ez akadályozza meg, hogy mások visszaéljenek a képeiddel, nem csak téged támadhatnak jogszerűtlen felhasználásért, más is visszaélhet a te fotóiddal. A szerzői jogok 2 részre oszlanak, vannak a személyhez fűződő jogok, ezek kizárólag téged illetnek meg, és nem ruházhatod át őket semmilyen esetben, illetve vannak a vagyoni jogok, ezeket kiterjesztheted másokra is. A személyhez fűződő jogok közül szerintem egyedül a nyilvánosságra hozatal az érdekes, ez azt jelenti, hogy egyedül neked van beleszólásod abba, hogy az általad készült képet meg lehet jelentetni valahol. Akkor is, ha valaki más számára készítetted a fotót, akkor is, ha egy cég alkalmazottjaként készítetted, tiéd az utolsó szó. Ha engedélyt is adtál a nyilvánosságra hozatalhoz, jogodban áll azt később visszavonni, kivéve, ha munkaviszony hatály alatt készült a mű. A törvény ugyanis erről így fogalmaz, egy fokkal érthető módon pedig egy ügyvédnő cikkéből egy idézetet itt olvashatsz el. Ez a kivétel a munkaviszonyon belül született művekre vonatkozik, ha viszont nem munkaviszonyban megfogant műről van szó, akkor 1. Ha a szerződés szegése hivatkozva vonod vissza az engedélyt, az számodra semmilyen következménnyel nem jár. 2. Ha alapos indokkal vonod vissza, de az a másik fél számára anyagi következményekkel jár, köteles vagy kártérítésre. Ezzel szemben 3. Ha nem alapos indokkal vonod vissza a publikálásra adott jogot, akkor nem kötelesek együttműködni, és 4. Ha alapos volt az indok, de a másik fél figyelmen kívül hagyja a döntésed, az részéről jogsértésnek minősül. Ezt is túléltük. Ha van a témával kapcsolatosan kérdésed, esetleg pontatlanságot, hibát fedeztél fel a videó tartalmában, vagy új törvény lépett hatályba, írj nekem kommentet, hogy mindenki a lehető legfelkészültebb lehessen, aki megnézi ezt a videót. Az aktivitásod egyben segíti ennek a csatornának a fejlődését, ezért nagyon hálás vagyok. Oké. Már ennyi. Köszönöm a figyelmet.